Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon! Ahogy láttátok, a mai videó újból másképp kezdődött, ilyen régi stílusban, ugyanis amikor többen mondtátok, hogy hiányoznak ezek a régi stílusú videók, többen mondtátok, hogy jobbak ezek a zenés videók. Úgyhogy gondoltam, hogy mi lenne, várjál, itt a Davis is, ő is benne akar lenni szokás szerint, mi lenne, hogyha hetente egyszer vagy kétszer ilyen régi stílusú videó lenne, és kétszer vagy háromszor ilyen újabb stílusú, ilyen zenés videók lennének, ilyen vlogos videók. Úgyhogy ha tetszik az ötlet, akkor ide a videó alá írjátok meg. Ugye mindenki, ahogy szeretem olyan videókat készíteni, hogy mindig mindenkinek tetszen, olyat ugye nem lehet sohasem. És azért gondoltam, hogy ilyen felváltva lenne. Tehát ha hétvégén lehet, hogy zenések lennének, hétköznap meg ilyen régi stílusú, akkor csak beszélek a régi logóval. Úgyhogy ha tetszik az ötlet, akkor maradunk ennél, hogyha nem, akkor lesz egy csak zenések. Vagy majd meglátjuk, vagy éppen amilyen kedvem van. Ja, mondjad. Amúgy kezdek nátásodni, én is képzeld el, fájt a torkom, most már annyira forkod, nem fájt, most már kezdek nátásodni, elkaptam a Davis-től vagy a feleségemtől. A feleségem is nátás, minden baj van neki. Ja, szervusz, mi a helyzet? Most hova bújtál, mi? Megbukarod a hátamat? Na, gyorsan. Aztán utána megyek, nem máshol megyek, mint elviszem egyet a Mazdát, valamerre elvezetek, szépen süt kint a nap, mutatom neked, látod? Egy-két felhő van az égen, hogy hideg van-e vagy nincs. Azt nem tudom, na, Davis befejezte a hátfakarást. Mit? Ja, még nem fejezted be? Jó, akkor gyere. Nem tudom, hogy hideg van-e kint, vagy nincs hideg, de úgy néz ki, hogy szép idő van, jó idő van. Úgyhogy el fogok valamerre vezetni. Lehet, hogy meg akarok mutatni nektek egy autót, hogy ti mit szóltok hozzá. Ez az autó nem más, mint... Mit csinálsz? Ez az autó nem más, mint képzeld... Mint egy Suzuki, képzeld el, a mi autónk, nem tudom, hogy még mindig a mi autónk, vagy nem, mármint Magyarország, ugye régen ez volt a szlogen, hogy Suzuki a mi autónk, ez az új Suzuki Vitara Turbo SS. Nem tudom, hogy láttátok-e, vagy van-e nálatok ilyen, de nekem tetszik, képeken láttam még, így élőben nem nagyon láttam. Láttam ezt, na majd megmutatom, hogyha arra megyek, megmutatom, hogy nem, akkor majd lehet, hogy délután, de valamerre elvezetek most egyet. Olyan néz, valaki ott megy a hajóval, látod, kis csónakkal. Mostanában elég sokan mennek, nem olyan túl sokan, de egy-két hajót vagy egy csónakot lehet látni, hogy mennek erre, arra, mondom, jön a jó idő és mennek horgászni, mert mennek ki oda ugye a nyíltabb vízre. Bár ezeket a hajókat, itt a szomszéd hajóikat, még nem láttam egyszer, hogy ezt itt ott van, ott levették volna, látod, onnét levették volna, vagy azokat ott hátul, azok még mindig nem mozdultak sehova. Úgyhogy most nem más csinálok, mint húzom a cipőmet, a szemüvegemet, a mindenemet, aztán elindulok. Meg kell mosni az ablakot a Mazdán, ugyanis múltkor jöttem haza a szervizről, este volt és egy pár bogár így belement. Úgyhogy viszem magam ezt az ablaktisztítót. Na, menjünk! Elindultam, azt hiszem, hogy jó idő van, ugyanis nem fázok. Rajta van az a hosszú lyuk, levettem a tetőt, a széle kicsit lengedezik. Emlékezem, felveszem apukámat, aztán elviszem magammal. Elvezetünk valamerre, lehet, hogy megnézzünk egy-két autót, ahogy mondtam, hogyha nem, akkor majd délután. Aztán, hogy hova megyünk még, azt nem tudom. Délután biztos el kell menni megint vásárolni, ugye? Szokásos. A kaput még mindig nem csinálták meg. Azt néztem, hogy mi zörög ott, de csak a víz, folyik a víz. Valószínűleg a jövő héten meg fogják csinálni, aztán ilyen izén kell bemennünk, ugye a kap, mindig le kell húzni a bilétet, de nagyon nem várom mondjuk. Itt vagyunk a Suzuki-nál, megmutatom nektek ezt a Suzuki-t, ezt a mi autónkat, ez a Vitara ugye, ez a terepjáró és ez az SS turbos újfajta mi nálunk. Nem tudom, hogy nálad mióta van-e vagy nincs, na mindjárt mutatom. Látod? Fekete kerékkel jön, fekete üvegtetővel, nem is üvegtetővel, hanem feketére le van sötétítve. Mondjuk nem ebbe a színbe se csúnya szerintem, hanem mondjuk pirosba vagy fehérbe, és nem tudom, nekem tetszik. Bár lehet, hogy tényleg a fekete kerék miatt tetszik, csak nem tudom. De amúgy minden benne van, a klímától elkezdve, a bőrülés, fél nem bőrülés, nem tudom, mennyire láttok be, mennyire nem. Benne van a GPS-től elkezdve minden, piros szérnával ki van varva az ülés, a kormány, szépen néz ki. És ez a változat, $30,000, $31,000 azt mondja, mert le van árazva, meg van rajta ilyen fellépő. Mutatom, egy kicsikét hátrább menjek. Aztán ez, ami itt van mellette, ez a sima változata, ez nem a turbós változat, hanem látod, ez egyszínű, nincs olyan fekete kerék rajta. Nem tudom, nekem ez az autó valami oktávfogós nagyon-nagyon megtetszett. Úgyhogy nem tudom, már megmutatom a hátulját. Hátra jövünk, négy ajtós. Szép csomagtartó, jó nagy benne. Legalábbis ránézésre, várj egy kicsit átjövök ide.
látod? Szépen lesötétítve az üveg mindenhol. Az a fellépő is tetszik nekem rajta. Ilyen családias. Lehet, hogy jobb, mint az a Holden Cruise. Na mindegy. Úgyhogy menjünk tovább. Ez az autó másik színben nem láttam pirosban. Látjuk, megmutatom nektek. Ha gondoljátok, írjátok meg ide kommentbe, hogy mit gondoltok róla. Jó ez a Suzuki, vagy nem, vagy van nálatok, vagy nincs, vagy... Na mindegy, menjünk tovább. Hozzavittem apukámat, te a szemem olyan... nem is tudom, milyen el... Mondjuk a náthás és kezd könnyen, annyit könnyezett a szemem, komolyan mondom, meg most is ilyen... Azt mondom, hogy kezdem én is jobban elkapni. Ó, de nem szerintem. Utkor is benne voltam, akkor is elkapta a Davis-től vagy a Lucas-től. Davis amúgy porszívózik, látod? Porszívózik. Ne a tévét porszívóz, te nyuszi! Ott lent, ott szabad porszívózni, jó? A tévét nem porszívózzuk. Megnéztük az autókat, aztán tudod, mit gondolkodtam? Erre nagyon nem is gondolkodtam amúgy, képzeld el. Hogyha most vennénk autót, és ugye szép új autó, és hol kellene állítani, ide ki a parkolóba, tehát ez egy napunk olyan koros, koszos, piszkos, poros lenne, ugye itt még mindig mennek a kamionok, meg minden, meg fújja a szél a por, te úgy néznek ki mind a ki, hogy minden héten mostikére. Ugye lehet, hogy várnunk kellene egy olyan 5 hónapot, ugye még mire elköltözünk, még egy olyan 5 és fél hónapunk van körülbelül. És lehet, hogy azt meg kellene várni, utána kéne venni ugye autót, mert a kocsi be tudom állítani a garázsban, mint régen. Be a Mazdát, be az másik autót, ugye az új autót, és se nem poros, se nem koszos, na minden. Úgyhogy ezen még nem is gondolkodtam egész eddig. Vagy ha véletlenül jön a jéges, ugye most jön az az időszak, hogy kezd majd jönni a jéges, ilyen nagy jégek kezdenek esni. Na, miért vesz le az a porszívó? Úgyhogy nem tudom. Na minden, úgyhogy most mi meg fogunk ebédelni. Ja, aztán el fogunk menni a boltba. Ugye? Nyuszi, mi a helyzet? Ugye a Davis aludt egy jó nagyot, egy másfél órát. Mit mondasz? Még most, ha valaki azt kérdezte, a Davis tud már járni? Davis, tudsz már járni? Mi? Mászni is? Mindent? Ja. Nyuszi. Mit? Mua. Oda a levegőbe. Mua. Úgyhogy, ameddig elkészül az ebéd, nem nyug a piszka. Addig elmegyek, aztán válaszolok kommentekre, meg lehet, hogy e-mailekre, ugyanis tegnap nem sok időm volt. Ja, nem kiabálunk. És nem válaszoltam egy kommentre se. Nálatok viszont azt hiszem, hogy rosszabb idő van. Megjött a rossz idő, nem? Lehet, hogy nem. Lehet, hogy nincs igazam. Mindegy, abban látom, hogyha nálatok olyan rosszabb idő van, vagy hidegen, vagy esik az első, vagy nem olyan túl jó az idő, akkor több kommentet kapok minden videóhoz, meg több feliratkozót, mint amikor jó az idő nálatok. Amikor jó az idő nálatok, akkor nem sok kommentet kapok, és az elmúlt egy pár napban nagyon sok kommentet kaptam. Mit csinál? Davis most mos fel, a szőnyeget mossa az üvegével, úgy nagyon jó. Ami ez a szőnyeg, te, én nem is tudom, mit fogunk ezzel a szőnyeget csinálni, olyan szőszmeszes még mindig. Ez, látod, hogy kijön belőle, és az egész most lett felporszívózva, hogyha egy nap nem porszívózol fel egyszer, nem egyszer, egy nap körülbelül kész vagy háromszor kéne porszívózni, mert tele az egész ház vagy lakás, ilyen szőnyeg szőszmössze, úgyhogy nagyon rossz ez a szőnyeg, nagyon rosszul választottunk. Na minden, úgyhogy melyik aztán válaszolok kommentekre. Készen vagyunk, legalábbis azt mondja, hogy készen vagyunk, megvan mindenünk, és megyünk és vásárolunk. Mi a helyzet? Mi van ott? Ott a Davis. Na, menjünk, gyere. Még a feleségem elviszi a szemet, az is ott a leadagó, addig kinézünk itt az ablakon, az RT, vagy mi ez itt? Oda kinézünk. Kicsit fúj a szél. Már nem hiszem, olyan túl hideg van. Megnyitották ezt az új parkolót ott lent, látom, most ide is lehet állni. Nem csak oda. Na várja. Jön a feleségem, hogyha meghívjuk a liftet. Nyomjad meg. A csipogó volt, azt nem szabad lenyomni, tehát akkor nyomjuk meg, hogyha bajban vagyunk. Elnyomta a csengőt. Hogyha beszúrsz a liftbe, azt kell nyomni. A gépet itt nyomjuk, a gazdasága. Ja, nem azt. Látod? Ezt, azt nem nyomjuk, csak ezt nyomjuk. Na menjél. Felhoztuk a kucsmákat. Oda néz, felrakták ezeket a megállítókat itt a parkolóban, látod? Mindenhova. Pénteken. Úgyhogy most nem tudsz ráállni ide a járdára, látod? Mindenki ide szokott felállni félig, senki nem tudta, hogy hol kell megállni. Na itt a mi autónk. Üljünk bele! Megvan minden. Legalábbis nagyon remélem, a babakocsi ben volt az autóba, úgyhogy azt nem kellett hozni. Amúgy az idő, én nem tudom, én... Hogyha régóta nézitek ugye a videókat, tavaly ilyenkor, amikor vettem a Mazdát, körülbelül. És abban az időben ilyenkor én szerintem melegebb volt, mert mindig azon aggódtam, hogy nehogy jöjjön a jégeső, amikor vittem szervizre 1000 kilométernél a Mazdát, és
emlékszek rá, hogy milyen olyan sötét felhők szoktak jönni, és mindig szoktam nektek mondani, nem tudom, hogy emlékeztek rá, vagy nem, hogy csak nehogy jégeső legyen. Ugye jégeső akkor van, hogyha nagyon meleg van, és hirtelen jön mondjuk egy lehűlés, vagy valami, és nem tudom, most én azt mondom, hogy később jön meg ez a nagy meleg idén. Ami azt jelenti, hogy januárban, meg februárban szerintem jóval melegebb lesz, mint múlt évben. Tehát nem tudom, hogy ez jó, vagy nem jó. Mindjárt, legalább jégeső nincs, legalábbis még nincs. Hogyha most tolatunk, és a Davis be van kötözve, övezve, úgyhogy mehetünk. Oda nézi, a legközelebb majd lehet, hogy ide megyünk be. Már itt vannak ezek a karaván autók, ezek a lakóautók, látod ott? Van egy kettő szép, egy ilyet elfogadnák, komolyan mondok, egy ilyen nem olyan túl nagyot, nem olyan túl kicsit, ilyen közép kategóriásat, nagyon szépen el lehetne aludni, és körbe lehetne autózni Ausztráliát, és nem tudom, nekem mindig tetszettek ezek az autók, és az a baj, nagyon drágák, de olyan 100 000-től kezdődnek, 120 000-től, és láttam drágább, és láttam ilyen félmilliósat is, de drágába kerül mindegy ház, bár nagyon szép belőle, olyan te. Nem ugye, mert szeretném, hogy elmegyek, aztán nézem, vannak ilyen kiállítások egyszer egy évben, azt mondja, hogy egyszer egy évben van egy ilyen kiállítás, és ott el lehet menni, meg lehet őket nézni belülről, az összeset. Nem ugye, ma meglátjuk. Na nézd, itt a hírautó, látod? A hetes csatornáj, biztos valami történik. Ma meglássuk, amíg megjöttünk, most meg kell parkolni valahova. Oda nézzél, itt egy lakóautó. Látod, elkerültettem a lakóautót, most mindenhol lakóautót lehet látni. Te... Szép Mercedes, szép nagy. Na várjál, átállunk egy kicsit arrébb. Ide! Jó messze mindenkitől. Én legalább senki nem tud nekélni az autónak, legalábbis nagyon remélem. Cipőt nézzünk, nem másnak, mint a Davisnek. Oda néz, vannak itt szép cipők. Na milyen színűt akarsz, Nyuszi? Kéket? Pirosat. Nézzük meg egy ötöset ebbe a pirosba, látod? Szép kis cipő. Le van árazva 8 dollárra, 15-re. Na tartsad, aztán megpróbáljuk. It's something number 5. Yeah, there's size 5. Na vegyük le azt a cipőt. The right one. Elvettük a jobb cipőt. Na nézzük, túl pici, vagy túl nagy? Pont jó, azt hiszem. Davis, milyen? Jó lábadról, vagy túl nagy, vagy kicsi? Az a baj, Davis még nem tudja megmondani. Na várja, ma ingyen megnézem. Ez a piros, hol a kék? Itt a kék. Pirosba szebb, látod? Meg más az anyagja is. Na nézzük ezt a sapkát. Oda, rakjad fel a fejedre. Várjál, segítek. Én? Nekem ez nem jó. Látod, nekem ez nem jó. Látod, ilyen pici. Ez neked jó. Nézd. Ha? Yeah. No. This one better? There you go. Na melyiket? Ezt vagy a másikat? Nyuszi, ezt? Ez szebb? Vagy az a baj, mindig levesz, mindegy, hogy melyik. Vásárolunk, valaki kiszárt a babakocsiból és nem akar gyalogolni, ugye? Ugye most én tartom kamerát is, meg a babakocsit is. Davis beleült a kosárba. Itt meg a zöldségessél amúgy. Nézzük a zöldséget. Ja. Legyünk körbe. Mit tapogatsz a táskába, mi? Mama. Látod, van itt alma. Mandarin. Citrom. Minden. Ne húzd meg, húzd azt a te. Na, állunk ide félre, még a feleségem bement fizetni. És a Davis mindent húzogat, ugye, Nyuszi? Az uborkát, paradicsomot, na mit látsz? Ja, mi az? Aztán most legyünk hazafelé, aztán velünk van a szüleimhez. Mi van ott a fölsőm? Mi a fölsőm? Hozzáérkeztünk, a Davis teszteli az új cipőjét. Ugyanis körülbelül most már egy ilyen 10 perce ebbe járkál föl le. Ja. Ja. Na milyen? Mondd el a véleményedet, jó? Ha? Jó? Ha? Mosoljuk, úgyhogy biztos jó. Elmegy odáig, meg ne vigyázzál magadra, meg el az ajtóig. Na most megnézz, hogy hogy lehet benne porszívózni is. Mi a helyzet, Nyuszi? Jaj te, szép piros. Amúgy volt ez a kék ugye, de nem tudom, nekem a piros így jobban tetszik. Na minden, régebben amúgy a kék jobban tetszett nekem, nem tudom, most egy jó ideje most a piros vár jobban tetszik. Na, mit csinálsz? Nekem ne porszívózzál. Nem más mit csinálni, mint
eszünk dinnyét. Kezded el, a zöldségestől ott mutattam, le volt tárazva a dinnye. Dinnye, nem a dinnye, a dinnye. És kaptam egy ilyen fél dinnyet, egy ilyen negyed dinnyét. Várjál, mindjárt leszem, 2 darab dollárért, az ugye az egészet. Általában ilyen 2 dollár, 3 dollár kilója neki. Biztos sok van nekik, vagy nem tudom, lehet, hogy nem jó az íze, mert nincsen íze. Amúgy ott a zöldségesnél sok minden le van árazva, tehát sokszor olcsóba kerül, mint mondjuk a rendes boltba. De a zöldségesnél sokszor nem olyan jó, tehát nem olyan jó az íze neki, vagy nem olyan friss, vagy én nem tudom, hogy mondjam. Olyan, na minden. Néha jó zöldségesnél a dolog, néha nem jó zöldségesnél a dolog. Várjál, ne vidd azt sehova. Na itt a dinnye, ez volt 2 darab dollár. Ilyen fehér magas, nem tudom, ilyen görög dinnye, látod ilyen? Úgyhogy megkossuk, hogy van a íze. Na mi van? Kérsz? Várjál, kell vágni. Na milyen? Jó az íze, vagy nem jó az íze? Hát nem köptek ki, úgyhogy biztos, hogy jó az íze. Dinnye íze van. Nem olyan nagyon édes, olyan, egy kicsit olyan vizes ez a dinnye. De lehet, hogy azért, mert a szélét ettem, mert megkóstoljuk a közepét. Közepe jobb. Jó, a közepét esszük meg. Mi a helyzet? Kész a közepéből? Na, eszünk dinnyét, aztán még is felveszik a Lukaszt, és hazahozzuk. Amúgy holnap szünet van az iskolába, képzeld el. Hova mész, nyuszi, gyere vissza, te! Filmesztelem, te! Gyere ide! Filmesztelem a Davis. Készülődünk, és megyünk felveszik a Lukaszt a szüleimtől. Elengedtük a dinnyét. Közben nem más néztük, mint a Truman Show-t, képzeld el! Aztán azon gondolkodtam, hogy ezek a videók hasonlóak, mint a Truman Show. Ugye, aki nem ismeri a Truman Show-t, az a film, amiben a Jim Carrey játszik, mikor filmezik az életét, és a Jim Carrey nem tud róla. Itt annyi a különbség, hogy én tudok róla, és én szerkesztem ezeket a videókat, és azt látjátok, amit én akarom, hogy lássatok, ugye? Amit nem akarom, azt nem filmezem, vagy kivágom. Amúgy ez is olyan Truman Show jellegű. Legalábbis majdnem, nem? Csak minden másnap. Ilyen vlogos videók. Na minden. Én érdekesnek találtam, ami szeretem ezt a Truman Show filmet. Már nagyon régen láttam, amúgy most éppen a tévébe. Úgyhogy azt néztem egy ilyen fél órán keresztül. Na mindjárt, felöltözik a Davis, aztán nem még felvenni a Lucas-t. Én hazajövünk, és ott fut a Davis, nem akar öltözködni. És ilyen semmittevős vasárnapi délután lesz valószínű. Nincs is válunk, nem ma vasárnap van. Nyuszi, fel kell öltözni, el akarsz menni te? Hova? Amit akartam mondani, tudom, hogy ez a candy videó, de ezt a videót én most vasárnap filmezem. Ja, mi a helyzet, Nyuszi? Mire ezt a videót ti nézitek, addigra vagy rosszabbul leszek, vagy jobban leszek. Nagyon remélem, hogy jobban leszek. A szemem az még mindig ilyen, sokszor alig látok. Mit csinálsz? Megvakarod megint a hátamat? Addig látom, így könnyezik, meg folyik az orrom. Mit csinálsz? Te Nyuszi, nézd, mit csinál. Hátvakarás? Vagy mi, én is legyek filmesztelen? Azért annyira meleg nincsen. Na, gyere! Húzzuk azt a fölsőt, aztán öltözünk. Rendben van? Ne. Mit? Mit mondasz nekik? Mama. Úgy. Hi. Ja, hi. Na, gyere, ezt is felveszik, jó? Mit csinálsz? Nyuszi, tegyed le. Majd a szívem. Ezt felveszik, ezt a zsekit is, jó? A kamerát meg ne tapulj. Ja. De tudod, hogy nem látnak téged, hogyha azt nyomogatod? Vagy nem ide nézel, látod? Most elvették a fókusz is, te! Na, mi a helyzet, Lucas? Semmi, akarjuk. Mi? A Davis akarja, hogy leszk a Batman. Ja, te leszel a Batman. Hazérkeztünk amúgy. Elmentünk felvenni a Lucas, most éppen Batman játszunk. Hova futsz? Amit tegnap a Davis úgy nézte a Batman. Ja, ő a Joker. Tegnap a Davis úgy nézte a Batman-t, ugye voltunk a movie-ben, mutattam a videóban tegnap. Ja, ott állt az autó, így nézte meg, integetett neki. Most te vagy a Batman. Na most mit csinál? Ne, visítsál! Tudsz látani effektek, hogy ez egy nagy... Ja, persze, az egy nagy Batman autó. Hát elképzeljük, hogy az a Batman autó. Persze. Na, úgyhogy most játszani fogunk. Legalábbis a Davis-nek a Lucas biztos. Én meg nem is tudom, hogy mit csinálok, hozzá játszok velük. Amúgy képzeld el, oda néz, jönnek a felnők, holnap elsők vonat, csak egyetlen egy napra. Utána jó időt mondott egész hétre, aminek én nagyon örülök. Úgyhogy, ezt a mai videót itt lassan befejezzük. Vigyázzál, nyere ki onnét. Rendben van? Estére meg tudod, mit csinálunk? Mi? Vettem ilyen pizzalapot, és ilyen pizzát csinálunk. Oké. Okay. Te, Batman, ilyen otthoni pizzát. Ilyen pizzalap, megkegyik ilyen pizzaszószra, rakunk rá sonkát, sajtot. Én tudom csinálni. Te is tudod csinálni. Akkor te tudod gólolni mindent, és én teszek fel mindent. Rend. Te tudod gólni, főzni,
készíteni a szószra, és én teszek minden másra, jó? Jó, akkor Feli, te csinálod a másodat, meg én csinálom. Úgyhogy azt... Te csinálok, hát több hónkit én csinálok. Jó, rendben van. Mi azt fogunk mocsázni, reméljük, hogy jó lesz. Bár olyan, mint a meleg szemvés. És nem kenyérem van, hanem nem pizzalapom. Úgyhogy, ezt a mai videót itt most mi lassan befejezzük. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét. Szeretnék kívánni ott a fikó, hogy mikor nézzek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok! Sziasztok! Én csak láttam a maszkot a végének. Láttam. Sziasztok!